405 nyertes pályázóval írta alá a szerződéseket a Prosperitáti Alapítvány. Mindezt az általuk meghirdetett első pályázati körben a forrásbővítésnek köszönhetően a mezőgépek és kapcsolható eszközök vásárlására kiírt pályázat kapcsán. Az esemény reggel kezdődött, majd a déli órákban ugyancsak az első pályázati körben kiírt 4 pályázat kapcsán is aláírták a szerződéseket. Ezeket a falusi házak vásárlására, az egyéni vállalkozók, valamint a mikro- és kisvállalkozások eszközbeszerzésére, a tenyészállatok és méhek vásárlására, továbbá mezőgazdasági kultúrák öntözésére és az öntöző rendszerekbe való beruházásra szintén forrásbővítés után megszületett döntések eredményeképpen további 303 pályázóval kötötték meg. 20 hektárt művel a szabadkai Richter Erika és Lajos régi már használhatatlan kukorica vetőgépüket pókháló lepi. Kukorica ültetőre pályáztunk, hát azért pályáztunk rá, mert ez már régi, ez elég rossz állapotban van. Kihagy, nem szórja szemeket úgy, ahogy kellene. A Richter családi gazdaság mióta létezik, és mi mindent termesztenek? Hát visszamenőleg már apósom is földműveléssel foglalkozott. Hát most már akkor egy olyan 40-50 évek körülbelül földműveléssel foglalkoznak ők. Én is ide kerültem, akkor én folytattam ővelük. Hát termesztünk mindent, gabonaféléket, kukorica, buza, tritikál, meg hát kerti vetemények is vannak, többféle. Káposzta, krumpli, fokhagyma, minden. Akkor most bizonyára jól jön ez a támogatás, amit a Prosperitáti Alapítványtól kaptak, az új korszerű vákumos kukoricavetőgép vásárlására. Igen, nagyon jó, és nagyon örülünk neki, hogy sikerült megnyernünk ezt a pályázatot. Hát önerőből ezt nem bírtuk volna megvenni. Amikor megfelelő kiírást találtak, azonnal döntöttek, pályázni fognak. Richterék 538 ezer dinárt nyertek a Prosperitáti pályázatán. Azt tervezik, a jövőben is fognak még pályázni. Kellene egy nagy kút öntözésre, öntözőberendezés valamennyi van, de nem bírjuk kihasználni, mivel nincs nagy kút. És azt kellene, itt a háznál elég sok föld van, amit bírnánk öntözni, és az még kellene, hogy ha sikerül. Mekkora területen gazdálkodnak? Hát olyan 20 hektár körül, össze-vissza. Nem nagy terület, de mindenből van, úgyhogy gyöngén, de meg lehet élni. Mintegy 210 millió dinár összértékben 405 pályázóval, köztük Richterékkel írtak alá pénteken szerződést mezőgépek és kapcsolható eszközök vásárlásának támogatására a Prosperitáti Alapítvány illetékesei. Az eredetileg kiírt pályázat értelmében a pályázati keret ennek az összegnek a fele volt. Összességében megtudtuk a forrásbővítésnek köszönhetően megtudtuk duplázni szinte a pályázóink számát ebben a pályázati kategóriában is. Gyakorlatilag a pályázóink 80%-a itt is támogatást tudott nyerni. A forrásbővítést követően Orbán Viktor miniszterelnök úr és Pásztor István elnök úr megbeszélésének követően felállítottuk az eljárásrendet, figyelembe véve a szakmai értékelők véleményét, és a 40 pontot, illetve annál többet elért pályázókat érintette ez a lehetőség, akik formailag teljes pályázatot adtak át, jogosultak voltak, és az előzetes helyszíni ellenőrzésen is mindent rendben találtak, ha volt ilyen. Ez annál is inkább jelentős, mert tudjuk, hogy a vajdasági gazdák parkja, gépparkja, a mezőgazdasági gépparkja igencsak előregedett állapotban van. Így van, ez látszik a beadott pályázati anyagok struktúrájából. Az első körben 2405 pályázat került átadásra, ebből valamivel több mint 1300 a mezőgazdasági gépek és kapcsolata eszközök vásárlására
vonatkozott és irányult, tehát nagyon nagy volt az érdeklődés. Ennek megfelelően a jóváhagyott pályázatok közül is a legtöbb mezőgazdasági gép vásárlására, kapcsolata eszközvásárlására vonatkozik. Ennél a pályázati kiírásnak különösen érezhető a szinergikus hatás, a pályázóinkra pozitív hatással, akik megkapják az eszközt, a szállítóra, aki leszállítja az eszközt, és az összes dolgozójára, de a szállító beszállítójára is jó hatással, hiszen a fémiparban működő vállalkozásoknak is jelentősen nagyobb a megrendelése, köszönhetően ennek a pályázati kiírásnak. Drapos Zoltán óbecsei termelő gyűrűs henger vásárlására kapott támogatást. Ha olyan lesz a földminőség, vagy az időjárási viszonyok olyanok lesznek, hogy göröngyös lesz a talaj, akkor lehengereljük vele a buzavetéseket főleg. Ezzel jelentősen megkönnyíti a termelést? Hát, hogy könnyítem, az relatív fogalom, de javítom biztos. Ez evidens. Önerőből meg tudta-e volna vásárolni ezt a gépet? Hát őszinte legyek, lehet, hogy meg is tudtam volna, csak lehet, hogy később. Azért egy ilyen támogatás jól jön a mezőgazdasági termelőknek, hiszen Vajdaságban köztudottan a mezőgazdasági géppark jócskán előregedett. Ez vitán felül, tehát ami azt illeti, azt a részét illeti, hogy hasznos-e a támogatás, vagy nem hasznos, ez vitán felül, tehát persze, hogy hasznos. Nem csak földművesek, virágtermesztéssel foglalkozó családi gazdaságok is pályáztak, és nyertek. Ön mire pályázott? Egy kis ítótraktorra. A család tulajdonképpen közösen termeljük a rózsát, és akkor ez nekünk a termelésben nagyon szükséges kis traktor, tehát azért, mert kicsivel könnyebben bírunk ebbe termelésbe, nekünk a nagy traktor nem jött számításba. Önök kistermelők, mennyire fontos az önök számára ez a támogatás, hogy megkapták? Önerőből is meg tudták volna venni ezt a traktort? Nem bírtuk volna megvenni önerőből. Ez nekünk nagyon sokat tesz. Nem is gondoltunk arra, hogy megveszünk, mert csak annyi pénzünk volt, amennyit ehhez hozzábírtunk tenni. Különben nem bírtuk volna megvenni. És ez nekünk nagyon nagy segítség. A jövőben is esetleg gondolnak majd pályázni, ha lesz más lehetőség is? Hát, hogyha a lehetőségünk lesz rá, meg megfelelő pénzt összetudunk még ahhoz gyűjteni, hogy megbírjuk ebből a segítséggel venni, biztos, hogy pályázni fogunk jövőre is, meg utána is, mert minket tovább is akarjuk ezt a termelést csinálni még. Vannak a csepegtető kis lyukacskák pedig 60 centinként. Az északbácskai homokon gazdálkodó gyümölcsészek számára elengedhetetlen területeik öntözése. A hajdújárási Somogyi János csepegtető rendszerre pályázott a Prosperitáti Alapítványnál. Fiatal gyümölcsösön van, megy cseresznye, és én azt hiszem, hogy mivel homokvidék, meg sütős a talaj, és nagyon nagy szükség van a csöpögtetőre, és hála Istennek sikerült most megnyerni ezt a pályázatot, és én azt hiszem, hogy ez nagyon eredményes sem fog a gazdaságra kiadni, mert az az igazság, hogy elég nagy befektetés, és viszont ebben a szegénységben nem lehet máma összeszedni a pénzt. Az ön véleménye szerint ezek a pályázatok mennyire járulnak hozzá ahhoz, hogy például a fiatalok folytatni tudják a például az önök szakmájában gyümölcsészetet? Én azt hiszem, hogy nagyon nagyba hozzájárul, és szerintem ezt, ha 5 évvel hamarabb kezdték volna, akkor sokkal nagyobb lett volna az eredmény, és nagyon sok fiatal nem vándorolt volna ki külföldre. Itt egyedül a legnagyobb gond most a munkaerő hiány fog lenni, hiába fogunk mink, meg aki itt maradt is termelni, már most az ősszel megmutatkozott, hogy helybeli munkaerőt szinte nagyon nehéz találni. Inkább a messzi falvakból kell munkásokat összeszedni, és akkor reggel menni, este viszi az ember vissza, így főkőt találja magát az ember. A keleviai Hegedűs Attila mezőgazdasággal és juhtenyésztéssel foglalkozik, a településen ő az állategészségügyi technikus is. Ilyen öntözőrendszer, ilyen tifon öntözőrendszerrel pályáztam, és hát ilyen homokos a talaj ott Kelebián, és nekem ez sokban fog segíteni ilyen termesztésben.
A magyar kormány által támogatott vajdasági terület és gazdaságfejlesztési program pályázatai által a vajdasági méhészek állományukat bővíthetik, a kisvállalkozók eszközöket szerezhetnek be. Ifjabb Antal Mihály a kisvállalkozók eszközbeszerzésére pályázott, egy CNC köszörű és eszterga gépre. Ez nagyban modernizálni fogja mind a szerszám karbantartásunkat, mind pedig a késztermékgyártásunkat, olyan formán, hogy nem félkész öntvényt fogunk szállítani, hanem már esztergát, illetve furatokkal és menetekkel ellátott készterméket. Valamint a szerszámélezést is egyben meg tudjuk ezen a gépen oldani, ugyanis kopóeszköz egy forgácsol üzemben az eszterga és a marószerszám, és hogyha ezeket nem kell házon kivinni és házon kívül élesztetni, ez nagyban a produktivitásunkat is növeli, nem kell új szerszámot venni, és egy új munkahelyet is biztosít ez mellett, mert ugye egy esztergályos, illetve szerszámköszörűsnek ad mindez munkát. Márton Dávid autószerelő vállalkozó. Szabadkai műhelyében néhány gépet szeretne lecserélni, hogy gyorsabb, hatékonyabb és minőségibb legyen a munka. Konkrétan egy kétoszlopos emelőt szerettünk volna már lecserélni az idei év folyamán, és ez sikerülni is fog. És a fejlesztésben pedig egy új típusú járműklíma töltőberendezést fogunk beüzemelni, ami a legújabb technológiájú 2016-os gépektől már egy alapvető eszköz, és ez nagyon ritka a térségben is egy ilyen klímatöltőgép. Hanák Rigó Ildikóék liftszerelő és karbantartó céget üzemeltetnek 3,5 éve. Újvidéken és környékén dolgoznak, most ők is nyertek a Prosperitáti Alapítványnál. Most egy munkásunk van, abból kifolyólag, mivel megnyertük ezt a támogatást, és teherszállító gépkocsira pályáztunk, és meg is nyertük. Úgyhogy most tudunk biztosítani neki is autót, amivel ő külön munkát tud akkor végezni. Eddig csak a férjem, mint a cég tulajdonosa végezte ezt a munkát. Ez egy ilyen alapvető követelmény ahhoz, hogy tudjál rendesen működni, az, hogy legyen gépkocs, mivel egy olyan nemű munkáról van szó, hogy a város teljes területén lifteket javítunk és karbantartunk. A fiatalok szülőföldön való boldogulásához fontos, hogy saját otthonukban élhessenek. Izsák János családjával albérletben élt abban a házban, amit most megvásárolhat az alapítvány támogatásának köszönhetően. Ezt a házat, amit pályáztunk, ezt albérletben élünk a feleségemmel és a 2,5 éves kislányommal már 3 éve. Sajnos önerőből nem tudjuk ezt a házat megvásárolni, és ebben segít bennünket most az alapítvány. Bízunk benne, hogy minden a tervezet szerint lezajlik, és végre lesz saját családi házunk, ahol tudunk élni. Hogy gondolod azt, hogy ezekkel a támogatásokkal a fiatalokat lehet arra ösztönözni, hogy itt maradjanak, és hogy esetleg falun próbáljanak szerencsét? Szerintem lehet. Nagyon sokban segít nekünk is, ugye, mint ahogy említettem, hogy másképp nem tudnánk megvásárolni. Munkahelyek falvakban kevés van. Mondjuk ez az ingatlan is nagy portálval rendelkeznék, szeretnék gyümölcs és zöldségtermeléssel foglalkozni a későbbiekben. Reméljük, hogy ez minden így sikerül. A Szabadkai Újvárosháza épületében írták alá a pályázók a támogatói szerződéseket. A Prosperitáti Alapítvány helyi irodáinak munkatársai előre elkészítették számukra a szükséges dokumentumokat. 302-en írják alá a szerződéseket, most 12 órától. Ez 4 kategóriában történik. Melyek ezek a kategóriák? A kisvállalkozók számára a K1-es pályázatok, a mezőgazdászok, méhészek számára tenyészállatok M2-es kategóriában, az öntözőrendszerekre M5-ös kategóriában, valamint a házak természetes személyek számára kiírt pályázatban. Korábban a magyar kormány bővítette a vajdasági terület és gazdaságfejlesztési program forrását, ennek köszönhetően ítélte meg az alapítvány az aláírt támogatásokat.